Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, mai adásunk tartalmát pedig már mutatom is röviden. Hamarosan eltűnik a Szemét-hegy Tamásiból. A település, amely törekszik a fiatalok elvándorlásának visszaszorítására. Útfejlesztésről és sporttámogatásról döntött az önkormányzat. A fejlesztések érdekében pályázott Felsőnyék. Tamási határában, egészen pontosan a Vasút utcában megoldódik a több mint egy éves probléma, hogy eltűnik végre az a Szeméthegy, amelyet egy vállalkozó hozott be Olaszországból azzal a céllal, hogy itt feldolgozásra kerüljön. A hulladékhegy egyre nőtt, de a feldolgozása elmaradt a több mint 8000 tonna felhalmozott szemétnek. Az elszállítására most az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosít anyagi forrást. Tamásiba, Olaszországból érkezett a bálákba kötegelt műanyag hulladék, hogy itt feldolgozzák és újrahasznosítsák majd. Az érintett vállalkozásnak megvoltak az engedélyei a munka elvégzésére, azonban csak a felhalmozásig jutott el. A cég tavaly október közepéig kapott határidőt, de az általa vállalt feladatot nem végezte el. A kialakult helyzetet törvényesen kell megoldani, amelynek eddig tartott az átfutási ideje, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nem veszélyes hulladék, de tűzveszélyesnek veszélyes, tehát arra vigyázni kell. Tehát az a legjobb, ha minél hamarabb innen elkerül, esztétikailag se egy szép látvány. A vállalkozó nem tartja be a vállalat kötelezettségeit, a hasznot a zsebre rakja. Nekünk csak törvényes úton van módunk megoldani a problémát, és itt közbeszerzéstől határidők főszólítása, határidők, tegye meg a vállalat kötele, annak megvárni a jogi határa, tehát ezek vitték az időt, de hál' Istennek ez 6-ával most már minden határidő jár, 5-én a végleges szerződés aláírható, és akkor 6-ával kezdődhet a munka. Ez nekünk kormányzati szinten az a érdekünk, hogy minél kevesebb anyag kerüljön lerakásra, minél több anyagot hasznosítsunk. Ugye ez is azzal a céllal volt behozva, hogy majd akkor a mostan megbízott vállalkozónk áttekinti. Csak az a legfontosabb, hogy innen, ami nem erre való telephely, leghamarabb elkerüljön. Ennek a költségét mindenféleképpen, tehát jelentős költsége van, azt szeretnénk bevasalni rajta. És neki egyébként azért, mert elhozta, az biztos haszna is képződő. Van a hulladék kezelésre egy alap, amit a Steiner Attila úr segítségével, Palkovics úr, miniszter úr segítségével, államtitkár úr segítségével, onnan sikerült megszereznünk a forrást, csak ez biztosítja azt, hogy akkor a vállalkozó innen el tudja szállítani. Az eseményen Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány Tisztítsuk meg az országot címmel indított programot az elmúlt években, amelyre már 8 milliárd forintot költött. Eredményeként pedig 300 ezer tonna illegális hulladékot sikerült elszállítani. Ez a munka folytatódik a jövőben is. Az országgyűléssel is fogadott már egy törvényt a tavalyi év során, ami meg fogja változtatni az egész hulladék gazdálkodási rendszert, annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az újrahasznosítási arány. Úgyhogy ez az egyik vonal, ez 2023 nyarától lesz majd érvényben ez az új rendszer. A másik pedig az illegális hulladékoknak a kérdése, ami már hát egy évtizedek óta velünk lévő probléma itt Magyarországon. Erre a kormányzat indított már különböző programokat, körülbelül 8 milliárd forintot költöttünk eddig erre a kérdésre, és hát van eredmény is, mert 300 ezer tonnányi hulladékot már sikerült elszállítani, de hát ugye még ezen kívül is van, és hát a másik probléma az újratermelődés problémája. Az a baj, hogy sokan azt látják, hogy valaki elviszi a hulladékot, akkor oda kihordja, mert hát akkor majd valaki úgyis el fogja vinni. És ezt szeretnénk ezen változtatni, és hát már elkezdtük azt tervezni, hogy hogyan lehetne a szankcionálási rendszert sokkal szigorúbbá tenni, hogy tényleg legyen elrettentő értelme is a büntetéseknek a mértékének, hogyha valaki egy ilyen büntetést kap, akkor az egy tényleges anyagi teher legyen, és ne csak 1-2 ezer forintot kelljen fizetni azért, mert egy ilyen problémát kreált. Úgyhogy alapvetően ebbe gondolkodunk. Amúgy ezt mi úgy látjuk, hogy a lakosság is nagyon támogatja. Tavaly csináltunk egy zöld konzultációt, ezt 72 ezeren töltötték ki ezt a konzultációt, és ezt a kérdést föl is tettük a konzultációban, és a lakosság kétharmada amúgy támogatna
nagyobb bírságokat, és körülbelül 22%, aki még ennél is tovább menne, és még szigorúbb szankciókat is támogatna. Mi úgy látjuk, hogy a társadalmi támogatottság az megvan emögött. Hangsúlyozta, hogy létezik egy mobiltelefonos alkalmazás, amelyen bárki bejelentheti, hogy milyen kategóriájú és becsült nagyságú hulladékkal hol találkozott. Több mint 24 ezer felhasználója van, és alapvetően ez tényleg mindenki letölteti az okostelefonjára, és ha talál ilyen illegális hulladék lerakatot, akkor az nekünk egy nagyon nagy segítség, hogyha lefotózza, megkapjuk a GPS koordinátákat, és onnantól már tudunk intézkedni, tudjuk, hogy körülbelül mekkora hulladék van, hol van, és milyen típusú hulladék van, mert ezt be kell jelölni az applikáció, hogy mit lát az ember, és akkor már eleve úgy tudunk készülni, és a hatóságok akkor onnantól tudnak intézkedni, hogy tényleg elszállításra kerüljön ez a hulladék. A város alpolgármestere Széles András elmondta, hogy a közel egy éves ügynek több lépcsőfoka volt. Volt egy, hogy mondjam, hírértéke, volt egy hangulatkeltő része, és abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy egy törvénytelenül idehozott szeméthegyet törvényes módon kell elvitessünk, és ezért tartott ez ilyen húzamos ideig, hiszen az előzményekről csak annyit, hogy az első lépcső az volt, amikor jegyző, mint hatóság megszüntette a beszállítást, utána pedig az engedélyeknek a visszavonása történt, és ugye ennek mindig a mindenfajta jogi hátterét biztosítanunk kell, a kézbesítéstől kezdve mindenfajta határidőt betartva. Ezek után ugye eljutottunk a hatósági eljárásban, hogy a kormányhivatal kötelezte a céget az elszállításra, nyilván ennek nem tett eleget, és a kötelezésnél utána ilyenkor életbe lép az, hogy helyette egy közbeszerzéses kiválasztás keretében a kormányhivatal elszállítatja ezt a szemetet, és a városlakóknak itt az ügynek úgymond vége van, hogy április 5-6-ától elkezd eltűnni innen ez a szemét, mindenki ilyen szempontból megnyugodhat, csak az a cég nem, aki ezt idehozta. Tehát az ügynek ilyenkor egy kevésbé látványos része következik, hiszen ez a kötelezésnek az a vége, hogyha ezt valaki elvitte, annak az összege, amiben ez került, azt a végtelenségig mennek a cég és annak tulajdonosai után egészen a falig, hogy a lehető legtöbb pénzt ebből beváltsák, és ezt ne lehessen büntetlenül megcsinálni. Emellett pedig párhuzamosan zajlik egy rendőrségi eljárás is, amiről nyilván én most ebben a időpillanatban nem nyilatkozhatom, de ennek a büntetőjogi következményeit is vizsgálja erre szakavatott rendőrség. A hatósági eljárásból fakadóan a kormányhivatal, mint engedélyes hatóság kötelezte, tehát a városnak ilyen szempontból nincs, eredendően se volt, mi pusztán egy telepengedélyt adtunk ki, ami ugye gyakorlatilag egy cseklista. Hogyha megvan a környezetvédelmi engedély, ha megvan mindenfajta hatósági engedély, akkor nem is tehettünk volna mást, akkor a telepe engedélyt kiadtuk, de nyilván, ahogy az interjú elejében mondtam, az első ilyen lépés az volt, hogy mind a beszállítást és utána pedig a telepe engedélyt visszavontuk. Az engedély azt tartalmazta, hogy idehozza ezt a szemetet, és utána egy különböző technológia segítségével ezt feldolgozza, és úgymond hasznos anyaggá alakítja, tehát a újrahasznosított hulladékról beszél az engedély, a folyamatlánc is megvolt, tehát minden rendelkezésre álló dokumentum megvolt ehhez, csak hát ugye odáig nem jutott el a cég, pusztán csak a beszállításig. Április 6-át követően tehát megkezdődik a hulladék lerakó felszámolása, amely mennyiségénél fogva terheli a környezetet, rontja a városképet, és nem utolsó sorban zavarja a Tamásiban élőket. Tamási Táj magazin műsorunkban ezután a környékbeli települések történéseivel is gyakorta találkozhatnak nézőink. A következőekben abba a faluba látogatunk el, ahol a neves színművész operaénekes Sárdi János is született. Sokak számára egészen biztosan új ez az információ, mi pedig arra törekszünk, hogy megismertessük önökkel szűkebb környezetünk értékeit. Nézzük is! Tamásitól mintegy 10 kilométerre található Nagykónyi. A falu a folyamatos fejlődés mellett igyekszik megőrizni a település falusias báját is. Sokan csak átutazóként mennek át a községen, mondta el a polgármester Pusztai László. Mi 1100 fővel élünk Nagykónyiban. A közigazgatási területünkhöz tartozik Megyes Puszta. Őket is próbáljuk a lehető legjobban integrálni a település részhez, és amikor Nagykónyiban valamilyen fejlesztés zajlik, akkor Megyes Pusztán is, mivel hogy hozzánk tartoznak, ugyanolyan emberek, mint a nagykonyi emberek, ezért egyként kezeljük őket is. A település infrastruktúrális adottságai szerintem megfelelőek, vagyis dolgozunk azon, hogy mindig jobbak legyenek. Van óvodánk, van iskolánk, van idősek otthona a településen, a kereskedelmi egységek jelen vannak a településen, vannak élelmiszerüzleteink, van még postánk, ami most már egyre jobban a kis településeken elveszik, mint szolgáltató egység.
az épületben található bankautomata. Van egy jó működő főzőkonyhája a településnek, ami rendezvényekre főzni tud. Ma jelentős számban foglalkozunk azzal, hogy vendégétkezést főzünk több településre, és a környék 3 településére minden nap ételt szállítunk. Így talán azt is mondhatom, hogy ez a gazdasági pont, ami összeköt minket még a térségünkön kívül is, így a környező önkormányzatokkal. Próbálunk mindig együtt gondolkodni és együtt menni előre, azt, hogy a térségünket fejlesszük. A legtöbben azokat a településeket ismerjük igazán, még a környékünkön is, ahova családi szálak kötnek, pedig látnivaló akad a közelben is. Sokan azt gondolják, hogy Nagykónyiban, amikor ki mit tudnak, kezelik a 61-es főutat és átrepülnek gépjárművel, hogy hát ez csak egy kis falu. De közben mi nekünk az életünk itt van, mi itt élünk, és ezt szeretnénk másoknak is megmutatni, hogy ez a kis falu, ez nem csak egy 61-es főútnak a bizonyos szakasza, hanem ez egy élhető kis település, és azt gondolom, hogy itt élni jó, úgyhogy mindenkinek merem ajánlani azt, hogy a települést azt akár lakóhelyként, hogyha új lakóhelyet keres, célozza meg, vagy akár működnek a településen szálláshelyek, kikapcsolódásra egy hétvégére, vagy akár több időre is lehet szállásokat foglalni, van 2 szálláshelyünk. Vannak hírszülöttjei a településnek, akik talán a leghíresebb Sárdi János, ugye már többször hallottunk róla, és több olyan videóanyag van róla még, amivel ő nevesíti Nagykonyit, és szülő hazájaként, vagy szülő településeként gondol a településünkre. Aztán vannak még több híres szülöttjeink is, de ezek a következő adásokban ugyanúgy bemutatásra szeretném, hogy kerüljenek. A település rendelkezik egy művelődési házzal, ami számos kulturális program helyszínéül szolgált az elmúlt időszakban. A Covid az egy kicsit a program sorozatait megnyírbált, de előtte, hogyha valaki visszaemlékszik, és Nagykonyiban falunapokon, vagy bármilyen más rendezvényeken volt, akkor azt tudja, hogy egy jó minőségű, egy jó hangulatú, szórakoztató programokat tudunk létesíteni itt Nagykonyiban, vagy tudtunk, és most az idei év az arról fog szólni, hogy visszahozzuk azt a programsorozatokat, amit a Covid az elmúlt 2 évben tönkretett, hogy ezt az idei évben fokozatosan visszavezessük. Mint minden település, Nagykonyi is próbálja felvenni a harcot a fiatalok elvándorlásával szemben. A fejlesztés az folyamatos a településen, és próbálunk olyan fejlesztéseket is létrehozni, ami a fiatalok érdekében történik. Sajnos a munkahely az elsődleges dolog, amire elvándorolnak, de én azt gondolom, hogy Tamási ebben egy elég jelentős fejlettséget jelent a munkahely tekintetében, és ez a 10 kilométeres távolság, ez nem lehet távolság ilyen téren a munkahelybe. Ezen dolgozunk, folyamatosan fejlesztjük a települést minden egyes olyan lehetőséggel, amit a kormányzat is elénk tesz abban, hogy egy élhetőbb, egy jobb vidéket építsünk. Erre több forrás van, ugye a Magyar Falu ma a legjobban ismert pályázati forrás. A vidékfejlesztési programokon is mindig indulunk, és a település fejlődése azon dolgozik mindig, hogy a fiatalok azok helyben maradjanak. A településünk az elmúlt években talán stagnálásra állt a lakosságba, és az elvándorlások minimálisabbak, sőt, mondhatom azt, hogy Nagykonyiban most egy kicsit így idézőjelben 2 hétig hirdetünk egy házat, amikor el akarjuk adni, mert Nagykonyi most valahogy érdekeltebb lett, és Nagykonyit keresik az emberek, vagy az ingatlan árak még ott tartanak, hogy még meg tudják venni a fiatalok is, úgyhogy most azt látjuk mi, hogy élő példaként egy hónapja megüresedett ingatlan, az 2 hét alatt elkelt, úgyhogy a sok eladó ingatlan táblák lekerülnek, és inkább családokat látunk benne. Ez öröm számunkra, még nem azt jelenti, hogy megindult, vagy megfordult a folyamat az elnéptelenedéstől, de talán stagnál a lakosság létszámunk, úgyhogy talán jó az irány, amit elkezdtünk magunk elé kihelyezni. A település óvodát tart fenn, és 8 osztállyal várja az ifjakat az általános iskola. Van egy korszerű iskolánk, nem kell a gyerekeket vidékre vinni iskolába, van egy korszerű óvodánk, ami ugyanúgy Magyar Falus programból felújult a tavalyi évben, és minden olyan egyéb feladat vagy szórakozás, ami létesül vagy van, azt azon dolgozunk, hogy a fiatalok kedvében járjon, és a fiatalok ne kívánkozzanak el Nagykonyiba.
Útfejlesztésekről és sporttámogatásról döntött Tamási Város önkormányzata legutóbbi ülésén. A település önkormányzatának határozata értelmében a helyi kommunális adóból befolyt összeget a járdák és utak állapotának javítására fordítják, így lesz ez az idei esztendőben is. Arról is döntés született, hogy a tavalynál nagyobb összegekkel gazdálkodhatnak majd a sportszervezetek. Tamási Város önkormányzata 2016 óta vett ki magánszemélyek kommunális adóját. Az ebből befolyó összeget a város minden esztendőben olyan beruházásokra fordítja, mely az itt élők komfortfokozatát emeli. Amikor bevezetésre került, olyan döntést hozott a képviselőtestület, hogy a itt élő polgárok által befizetett adót csak és kizárólag út és járda felújítására fordíthatja a képviselőtestület, és erről minden évben külön beszámol a testület, illetve külön döntéssel dönti el, hogy az adott évben mire fordítjuk ezeket az adóforintokat. Általában abból az alapvetésből indulunk ki, hogy a sok viszonylag rossz állapotú út és járdaszakasz közül azokat próbáljuk előrevenni, azokat vesszük előre, amelyek a legforgalmasabbak, illetve a legrosszabb állapotban találhatóak. Ez nem azt jelenti, mondja Podga Ferenc polgármester, hogy egyéb források nem állnak rendelkezésre az útfejlesztési program lebonyolítására, hiszen számos pályázatot nyújt be az önkormányzat erre a célra. Évente ez a kb. 27 millió forint összeg, ez mindig erre fordítódik. Egyébként pedig a befolyó különböző hazai és uniós forrásokból igyekszünk erre pénzt fordítani. A korábbi időszakban az egyik topos forrásunk például kerékpárút és járda felújításról szólt. Itt közel 200 millió forintot fordítottunk 3 évvel ezelőtt, csak ilyen célra, de nyilván ez nem minden évben áll rendelkezésre, illetve rendszeresen pályázunk a belügyminiszter által kiírt belterületi út felújításra. Ebből a keretből sikerült például felújítani az elmúlt 2 évben a Garai utcát. Az idei évben a városközponthoz közeli Arany János utca egy részének felújítására kerül sor, illetve járdaszakaszoknak a építésére felújítására. Egyrészt a nemrégiben átadott zöldpont és civil ház épületének közvetlen környékén újítunk fel járdát, alakítunk ki még parkolási lehetőségeket, illetve más utcákban, például az Ötvös utcában, a Vörösmarty és a Kisföldi utca találkozásánál és az építők útján végzünk kisebb járda felújítási munkálatokat. A jelenlegi elképzelések szerint a hamarosan elinduló TOP Plus program lehetőségeiből a két lakótelepi úthálózat és parkoló rendszer felújítása tervezi az önkormányzat. A testület megtárgyalta és elfogadta a sportfinanszírozásról szóló határozatot. Idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk a sportra, Tamási sportjára, a szabadidősportra és illetve a versenysportra, és főleg az utánpótlás gyermek sportolóknak a támogatására. Idén is kicsit többet tudott az önkormányzat szállni a sportegyesületekre, közel több mint 9 millió forinttal támogattuk idén a sportegyesületeket. Mindenkinek nőtt egy kicsit a támogatása a tavalyi évhez képest. Több sportegyesületünk is az országos bajnokságokban szerepelnek, illetve országos eredményeket érnek el. Így például ugye a súlyemelőink, motokrosszosaink, a fotbalistáink, a kézilabdásaink. Most nem sorolok föl mindenkit, de ezek az eredmények ezek nagyon fontosak Tamási város életében, és ezeket támogatni is fogja az önkormányzat minél több összegekkel. A városban az egyesületi edző koordinálásával folyik az iskolai sportversenyek lebonyolítása annak érdekében, hogy minden tehetséges ifjú számára biztosítsák a számára legmegfelelőbb sportban a fejlődés lehetőségét. Egy Tamásitól mintegy 30 kilométerre található településen folytatjuk magazinunkat. A falu önkormányzata azon szerencsések közé tartozik, amelyek bekerülhetek a belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjába. A folyamat elején járnak még, de a tervek megszülettek, az első lépések megtörténtek annak érdekében, hogy a mezőgazdasági jellegű településen a turizmus is fellendülhessen. Nézzük meg együtt, melyik Tolna megyei faluról van szó. Felsőnyéken az önkormányzat szeme előtt lebeg a település fejlesztésének lehetősége, és ehhez megragadnak minden adódó alkalmat, ami ehhez forrást biztosíthat, mondta el Debella László polgármester. Amikor én polgármester lettem, már akkor is tudtam, hogy végül is
egyetlen egy igazi lehetőségünk van, vagy lesz, a turizmus. Mert ehhez minden adottsága megvan a falunak. Csak azt mondtam, hogy az lesz az első cél, hogy mindent fel kell újítani, mindent szépé kell tenni, mert hogyha ide jön egy vendég, akkor ugye annak szállás kell, ha szállás van, akkor gasztronómia kell, és hát látványosság, az, hogy szép legyen a falu, hogy el tudja mondani az utána következőknek is, hogy érdemes volt ide jönni. És amikor megkerestek a belügyminisztériumból, hogy én hogy látom, hogy hogyan kéne a falut kivezetni, előre vezetni, egy gazdaság élénkítést csinálni, akkor ugyanezt elmondtam, hogy bizony, itt a lehetőség, ez a falu megmaradt ugyanolyan szépnek, mint amilyen volt, ugye már tudjuk, hogy több ezer éves történelmünk volt, már a kelták lakták ezt a falut, három lépcsős várat építettek, majd itt ment át rajtunk a római hadiút, a Székesfehérvár-Pécsi, és most azt kell megragadnunk, hogy itt fog átmenni rajtunk a kerékpárút, ami szintén Pécsről, Felsőnyéken keresztül a Balaton körútra el lehet ma jutni kerékpárral. Na most ebből kiindulva azt mondtuk, hogy ez a gerinc, a kerékpárút, ez nyilván a turizmust élénkíteni fogja, azt is tudjuk, hogy kerékpározni már szinte mindenki szokott. A településen átkerékpározókat pedig szeretnék mindenképp megszólítani és megmutatni, miért érdemes hozzájuk látogatni. Megvettük a bakterházat, ami közvetlenül ugye a kerékpárút mellett van, abból egy információs központot szeretnénk létrehozni, és ugye még nem is mondtam, hogy a géppályázatban, akkor azt vállaltuk, hogy három főt tartósan alkalmaznánk. Erre létrehozunk egy KFT-t, és akkor elkezdtük összeszedni, na igen, de akkor mink van még a faluba? Először azt gondoltuk, hogy semmink. Hát mit tudunk megmutatni? És akkor tényleg elkezdtük összerakni, hogy hát dehogy nem, hát itt az asszonyok horgolnak, horonyképeket csinálnak. Van, aki ugye füstöltáróval foglalkozik, van borászatunk. A településtől nem messze halastavak adnak kikapcsolódási lehetőséget, a többnapos horgászathoz pedig szállást is tud biztosítani a falu. Van egy panziónk, van egy 140 főre főző, teljesen felújított konyhánk. Ezt a panziót is felújítottuk, már 6 szobás, vizes blokkos. Tehát ha valaki ide jön, már most meg tud szállni. Sőt, mivel hogy tapasztalatunk van, azt is látjuk, most nem csak a háború miatt, hanem valóban hétvégeken bizony megtellik a panziónk. Tehát ez a 6 szoba van, hogy még 18-20 fő is itt tartózkodik. A már meglévő attrakciók mellé állítva a település fejlesztési terveit, összeállt az a pályázat, amit a Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjába nyújtott be Felsőnyék. Ez csak egy irány. Tehát meg tudunk határozni ezzel egy irányt, hogy a nemzedék, a következő nemzedék, a fiatalok megtalálják itt magukat. Mert hogyha bármit csinál, és bármi olyan terméke lesz, mit tudom, hűtőgép, mágnes, azt is el lehet adni a turistának, ha ide jön. Tehát én nem azt mondom, hogy ebből majd mindenki meg fog élni, de aki pluszt vállal, pluszt teljesít, oda tud tenni bármilyen választékot az asztalra, mert ha jön egy vendég, annak ugye majd kell reggeli, esetleg kell ebéd, ha reggelit akarunk adni, ahhoz esetleg saját szalámi, saját fölvágott, vannak sajtkészítőink, aki kecske sajtot készít, méhészeink, aki különböző méhészterméket ad. Tehát ezt mind oda lehet tenni, és plusz bevételt eredményezhet. Nyár közepére derül ki, hogy a 270 millió forintos pályázat milyen elbírálásban részesül. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!